Bánfi Miklósról készült portrék fogadják a belépőt a tiszteletére szervezett emlékkiállításon. Így kerülünk közelebb az emberhez, majd munkásságához. Valószínű kevesebben vannak olyanok, akik tudják, hogy milyen közel állt a színjátszáshoz, az operajátszáshoz maga Bánfi Miklós kezdve azzal, hogy a tízes években Budapesten a Nemzeti Színház és a Nemzeti Operaháznak az intendánsa volt. Persze a Kolozsvári Operához is sok köze volt, hiszen a két világháború között a román állam egyáltalán nem támogatta anyagilag a magyar társulatot. Vagyonának részét áldozta arra, hogy a színtársulat élete fennmaradjon. A kékszakálú herceg várának és a fából faragott királyfinak a díszlettervei arra emlékeztetnek, hogy Bánfi Miklósnak köszönhető az, hogy 1918-ban Bartók Béla zeneműveit magyar színpadon mutatták be először. Ha nem lett volna egy olyan haladó zenében járatos, európai ízlésű, igazgató, mint ő, akkor biztos, hogy beadta volna a derekát, hiszen ő maga is hét zeneigazgatót e, e, próbált meggyőzni Bartók nagyságáról, de nem sikerült, és végül engisztó tangó volt az olasz e, koncertmester, aki elvállalta. A kolozsvári magyar opera Bánfi Miklós tervei alapján restaurálta, és alkalmilag ma is így játsszák a herceg várát. féltünk az elején, hogy nem lesznek porosak, nem -e egy picit igen elavult, és bizony, amikor elkészültek és, és, felment a függőny, akkor láttuk, hogy ez teljesen működő. Ma is helytálló díszletjelmez világról van szó. A tárlat számos olyan munkát is tartalmaz, amelyeket most láthat először a nagy közönség. De ezek variánsok, tehát tulajdonképpen például az az éj királynője jelmez, aminek egy másik variánsát akár jelmez formájában is például poncidán kiállítottuk, de tulajdonképpen ez egy változat, vagy, vagy például az Amor játékaiból néhány darabot, ami például az egyik ott látható, és a másik pedig itt, ezeket korábban nem használtuk azért, mert nem azonosítottuk, vagy például a Beethoven darabjához, a Prometheus játékaihoz, ez is egy különleges Amiből néhány elemet felvillantottuk, de akkor még nem tudtuk az eredetét. Ez a grafika a kiállítás egyik érdekessége. Valójában nem egy igazi díszlet és jelmezter, hanem egy grafikai elképzelés, ami a kék szakállhoz kapcsolódott, és Kanadából kaptuk egy gyűjtőtől és nagy öröm számunkra, hogy, hogy gyakorlatilag illusztrációként is az a téma, amit később nagyon részletesen és pontosan kifejtett. Bemutatható, és ez is egy újdonsága a kiállításnak. A Bánfi Miklós keze munkája nyomán megszületett vázlatok, tervek, előadásaihoz készült plakátok, fényképek, mint egy betekintést nyújtanak a gróf alkotói világába. A művészetek terén az operai látványvilág megújításában európai szintűt alkotott, nehezített pályán mozgott, hiszen ő nem csak sima tervezője volt, sem a budapesti, sem a kolozsvári operaháznak, illetve a színháznak, hanem intendánsi tevékenységet. Tehát miközben egy nagyon-nagyon nehéz logisztikai feladatot és egy nagyon nehéz szervezői és átépítői szerepet is vállalt, mindez tulajdonképpen egy picit kanalizálta az operajátszás reformjával. Az Erdélyi polihisztor díszlet és jelmezterveinek bár mindössze töredéke maradt fent, tehetsége ezekből is látványosan kirajzolódik. Tevékenysége az egész magyar nyelvterület zenés színjátszására jelentős hatással volt. Köszönjük a kolozsvári kollégáknak az összeállítást, és köszöntöm a stúdióban Molnár Bánfikat, a kommunikációs és média szakembert Isten hozott nálunk. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Hát a neved árulkodik. Az első kérdésem is, hagy legyen ez, milyen szálak fűznek Gróf Bánfi Miklóshoz? Hát ugyanaz a család, tehát a Losonci Bánfi család tagja, ő is, meg mi is, de nem vagyunk egyenesági leszármazottak, ő tulajdonképpen a gróf Bánfiágnak az utolsó leszármazottja, férfi, utolsó férfi tagja, Ultimus Familie, úgy mondják ezt a, az ezzel foglalkozó szakemberek, és mi pedig a Bárói vagyunk a tagjai, de édesapámnak egyébként ő volt a keresztapja. A mecenatúráról fogunk beszélgetni. Ezt az ókori mecenász uh -huh. óta tulajdonképpen az ő nevével filmjelezzük, és Bánfi Miklósra is jellemző volt, hogy pártolta a művészeket, és támogatta a művészetet, ahol csak tudta, és meg is tehette, mert az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokos családtagja volt, de mi motiválta őt, miért tartotta fontosnak? Hát én azt hiszem, hogy... Más motiválta őt Trianon előtt, és más motiválta őt Trianon után, és van is különbség a kettő tevékenységben. Tehát Trianon előtt ugye egy, egy, egy gyarapodó, egy, egy, és nyilván nem a háború, az első világháborúról beszélek, de amikor egy konjunktúra van, akkor, az, akkor a művészeteket, egyáltalán kulturális tevékenységet támogatni, az a gyarapodásnak az egyik, és most itt szellemi, és mindenfajta értelemben a gyarapodásnak az egyik jele. Trianon után ugye ennek lett egy nagyon sajátos íze Erdélyben, hiszen ott a magyar kultúrának a megmaradásáról szólt ez, tehát a magánvagyon, tulajdonképpen Bánfinnak is a vagyona, vagy Kemény Jánosi azt támogatta, hogy egyáltalán egyfajta kulturális túlélés lehetségessé váljon a Romániához csatolt Erdélyben, illetve az erdélyi magyarság körében. Úgyhogy ott egy nagyon speciális indítékok volt ezeknek a főuraknak, akiket úgy kell elképzelni végül is a mai szemléletünkkel, mint egy mezőgazdasági vállalkozó. Tehát ők ugye ilyen nagy vállalkozók, csak egyfajta mezőgazdasági területen jellegzetesen erdőbirtokokkal Bírtak, és abból ö, volt a vagyonuk, és akkor ezt visszaforgatták ö, a kulturális javakba. Megvolt a kultúrája magának a mecenatúrának? Hát megvolt. Ö, tehát ez nem volt. Ö, kuriózum, ki maga a maga lehetősége szerint tudta támogatni a kultúrát, és pont ebből a gyarapodó monarchia belül időszakból jött ez, ugye, amikor egyébként jól tudtak élni az emberek, tehát nem, volt, nem, nem voltak fontosabb szempontok, tehát ez, ez, egy erős a kultúra megmaradás, meg a kultúra fejlődése, az, hogy mondjuk egy Bartókból, aki egy váratlan tehetség volt, egy világhírű zeneszerző legyen, az, hogy erre pénzt meg energiát áldozzanak ilyen magán is, mint például Bánfi, az operaház intendánsaként, ahogy ugye el is hangzott a filmben, az akkor, tehát ennek volt egyfajta kultúrája, ez egy, egyfajta természetessége, és nagy szerencse, hogy volt, mert aztán ez a szűkösebb, nehezebb időkben, ugye ez a fajta hagyomány, ez a fajta kultúrája a mecenatúrának, ez, ez tovább tudta vinni ezeket a tevékenységeket, és erre ott nagy szükség volt. És mennyire volt jellemző, vagy akár jellemző ma is, hogy a, a mecénás nem kér cserébe, de azért mégiscsak befolyásoló tényezőként él a művész életében. Mert mecenászról is tudjuk, hogy ugye földbirtokat adományozott például Horáciusnak, és Augustus császár kultúrpolitikáját egyengette tulajdonképpen. Ó, hát ez egy nagyon kényes és érdekes kérdés, amire most rákérdeztél. Ugye, én magam is mecenatúrával és szponzorációval foglalkoztam ez a szakterületem, azt hiszem miatt is ülök most itt, nem csak a nevem miatt. És a mecenatúra, mint jogi, fogalom, hogyha ezt jogi fogalomnak tekintjük, nem teszi lehetővé azt, hogy valami fajta ellentételezést kérjen az adományozó, ellenben a szponzoráció, amit ugye inkább a sport összefüggéseiben ismerünk, de természetesen a kultúrában is létezik, az egy reklámszerződés, ott van egyfajta ellenszolgáltatás. Tehát a mecenatúrának ma mai napság ugye a, a jogi lehetőségei nincsenek meg, hogy, hogy ellenszolgáltatás legyen. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mégiscsak van valamilyen hatás, csak az nem ennyire explicit, ugye nem egy logónak a fölrakása egy művész ruházatára, mint amit a sportban megszoktunk, hanem inkább valami összedolgozás, valami együttműködés, és azt gondolom, hogyha ez létrejön, egy, egy jó együttműködés, egy jó történet jön létre, egy, egy adományozó, egy mecénás, meg egy művész között, egy közös történet, akkor az nagyszerű, abból mindannyian, mi akik élvezzük és fogyasztjuk a kultúrát, ugye abból mindannyian profitálunk. Ha ennyire változik a világ, amennyire változik körülöttünk a világ mindenféle médiumok hatására, és közösségi médiumok hatására, hogyan változik a mecenatúra? Szükség van-e még rá, vagy a művész elintézi magának? Hát ugye úgy látjuk, hogy egyfajtában szükség van rá, de hát legalábbis ha művészeket kérdezzük, akkor biztos azt mondanák, hogy nagyon is. Nyilván van az a típusú művész, aki éppen arra büszke, hogy őt nem támogatja senki, és akkor inkább nehéz körülmények között, de nagyon független módon alkot, ez, ez is egyfajta életstratégia, és aztán vannak olyan kulturális projektek, inkább itt akkor nagyobb szabású eseményekről vagy projektekről beszéljünk, ahova meg nagyon is kell a magántőke. Én úgy tudom, hogy a jelenlegi kultúrával foglalkozó miniszterünk is nagyon pártfogolja, vagy nagyon buzdítja a gazdaság életszereplőit, szereplőit, hogy álljanak be ilyen szponzorként, vagy mecénásként, ugye kinek mi <coughs> áll jobban testhez, kulturális projektek mögé, tehát hogy a kultúra finanszírozásba igenis kerüljön be magántőke, tehát ennek nagyon is van relevanciája. A más kérdés, hogy nehezen boldogulnak azok, akik kulturális terepen keresnek szponzort vagy mecénást maguknak. Talán pont azért, mert az elmúlt évtizedekben az lett a jellemző, hogy, hogy a, sport, a, sportot érdemes szponzorálni, mert annak nagyobb a reklám ellenértéke, ugye ezt úgy hívják, tehát ugye ott látjuk egy, a brandet, a, le, fizikailag több a lehetőség, van televíziós közvetítés, stb. 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 Tehát a kultúrában kicsit nehezebb boldogulni. Nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk mindenről, Kata.